Komlós Kinga írónő augusztus 1-én a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban mutatta be Szerelem Luxus Kivitelben című sorozatának második részét. A könyvsorozat első kötete Chicagóban játszódott, a második befejező kötetben a sorsú Kentuckyba sodorja a szereplőket. Arról szól a történet, hogy van egy egyetemista lány, aki nehéz helyzetbe kerül anyagilag, mert az édesanyjánál súlyos veselégtelenséget diagnosztizálnak, és szükségük van pénzre, illetve a lány több munkahelyen is dolgozik, de az iskoláját nem tudja befejezni, tehát halasztásra van szüksége, ami szintén pénzbe kerül, és egyik este egy váratlan cselekmény szállnak köszönhetően, amit nem mondok el, a fejébe veszi, hogy ő egy áll, nagyon fontos, hogy áll örömlány lesz, és így próbál pénzt szerezni, anélkül, hogy bárkit is bántana, és hogy neki is baja esne. És itt találkozik a főhősünkkel, akinek ugye innen kezdődnek a történeteik. A könyvbemutatón Háló Gyula költő beszélgetett az írónővel, aki elmondta, hogy leginkább Kinga írói stílusa az, amely magával ragadja az olvasót. Kitalál gyakorlatilag fiktív történeteket, és aránylag kevés szereplőt mozgat, tulajdonképpen a főszereplő egy vagy két személy általában, és ezeknek az egymáshoz való dinamikus közeledése, és ebben a kapcsolat alakulásban való saját személyes alakulásuk az, amit szerintem nagyon jól, egyszerű eszközökkel, de mégis nagyon dinamikusan kezel Kinga, és ezt tartom így a stílusa szempontjából az egyik erősségének. Az írók számára mindig hatalmas élmény, ha személyesen találkozhatnak az olvasókkal, hiszen a bemutatók alkalmával közvetlen visszajelzést kapnak a munkájukról. Minél kötetlenebb, annál nagyobb hatása tud szerintem lenni ezeknek, mert akkor kapnak olyan benyomást az olvasók vagy az érdeklődők, ami elindítja őket a mű értelmezésének egy olyan kontextusában, amit szeretne a szerző maga. Komlós Kinga Szerelem Luxus Kivitelben című sorozatának második részének bemutatójáról készült összeállításunkat augusztus 6-ai híradásunkat követő Petőfi tér című kulturális műsorunkban tekinthetik meg.